folyamatosan jó volt az egész év, majd a nyár, ugye ez egy nagyon hosszú nyár volt, és jó, nagy versenyeken vettem részt, ahol szerencsére sok sikerélményem is volt. Hát gratulált, és mondta, hogy ezt a, majd az orosz gyereket még később azért megfogjuk. Hát igen, egy kicsit csalódott voltam az időmmel, nem vagyok nagyon elégedett. Az utolsó 25 méter az nem sikerült úgy, ahogy szerettem volna. Nagyon szétesett már a mozgás. És hát ugye aranyéremre mentünk rá, de inkább az idő az, amiben. Igen, az első 50-en első napot és a rajtad az így szemben nagyon jó volt. Utána a fordulót után szerinted mi volt a baj, mert fáradt voltál, így bennek volt az az elmúlt egy hét, hosszú volt a nyár? Hát ez mind összességében. A 200-on nagyon kivett a váltóval, amit sikerült megnyernünk, az nagyon durván kivett belőlem, és még az edző mondta, hogy abból fizikailag, mint szellemileg vissza kellett volna. Ha holnap van ez a 100 gyors, akkor el tudja képzelni, hogy ez jobban sikerült. És szerintem ez az egész nyár, ugye. Először IFI EB, utána VB, most ez a VB, ez nagyon sok egyszerre. És ez az egész nyár, most kezdtem ugye elfáradni igazán minden, mind lélekben, mind pedig testé, fizikailag. Igen, a 200 gyors után most mondhatjuk, hogy hát ott szerintem egy fél óra, háromnegyed óráig feküdtem itt a padon, és utána tudtam egy kicsit levezetni, és még egy órát szerintem úsztam, egy 2500 métert kellett úszak, mire teljesen visszaállt tehát jó mérésre állt vissza. Utána még ugye doping vizsgálatra is kellett menni, úgyhogy az éjszaka az elég hosszú volt, 11 felé értem haza, akkor már vacsora se volt rendesen, szóval igen, az a nap nagyon úgymond nem esett jól nekem. Ugye másnap reggel pedig első szám volt a 100 gyors, ami erre a 100 gyorsra úgy jöttem már. A bemelegítés is nagyon jól sikerült, és még előtte is nagyon jól éreztem magam, hogy azért ez egy jobb idő lesz. Ez volt most az utolsó számod a végén, ez a búcsúztalatkozásétől, és mi lesz most megpihensz? Hát igen, biztos. Most ugye holnap utazunk, és utána két hét a minimum az, ami pihenő. Lesz úszásból is, mint suliból is, és utána szerintem a rövid pályásra készülünk, amin lesz is szólni, mert ugye a fordulóm az, ami nekem a gyengém, ez most is meglátszott, és igen, a felnőtt utána pedig lesz a Európa-bajnokság, azt hiszem a rövid pályás, arra fogunk készülni, mert ugye úgy volt, hogy ezen a világbajnokságon, akik érmesek, illetve a Netanyában az ifjúsági Európa-bajnokság aranyérmesek kvalifikálták magukat, szóval remélhetőleg ott is jó eredményeket fogok elérni. Említetted, hogy két-hét pihenés lesz. A két-hét pihenés ilyenkor teljes a relax és pihenés, és nincs úszás, hogy szoktál feltöltődni ilyenkor? Hát ilyenkor, ugye én siófoki vagyok, oda hazamegyek, az nekem arra alapból egy feltöltődés, és hát ez teljes pihenő, szóval itt inkább kerüldöm a vizet most. Tehát egész nyáron úsztunk, ez nagyon hosszú. Tehát ez a szezon volt szerintem eddig a leghosszabb az életemben, és szerintem ennél hosszabb nem is lesz. Szóval igen, ez teljes pihenő. Hát én szeretek sportolni, hogyha nem úszok, de szerintem ez most ilyen ágyba fekvés, azért nem teljesen, de nagy részt az ágyban fogunk tölteni ezt a hétet. Hát nagyon megérdemlem, gratulálunk még egyszer. Köszönöm szépen.